Most imádkozni fogunk Peti atyáért. Jó. Jó. És mindannyian kérjük számára az Istennek az erejét. Kérjük a te lelkedet, áldunk és magasztalunk téged, Uram, ezért a pillanatért, amiben most itt állunk előtte. Áldunk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük neked a mi testvérünket, Péter atyát. Téged, Uram, hogy látogass meg most őt. Öleld át, szorítsd magadhoz. Beszélj hozzá, beszélj most a szívéhez. Töltsd el őt most Szentlélek. Köszönöm, Uram, azokat a szavakat, amiket te az ajkára adsz. Köszönöm, Uram, hogy üzeneted van. Köszönöm, Uram, hogy a szívén most dolgozol, Uram. Hogy most a markodban van a szíved. És köszönöm, Uram, hogy ezek a szívnek a túlcsordulása minden szava. Áldalak és magasztallak téged. És kérlek téged, Uram, hogy legyen ma is a te jó csatornán. Köszönöm, Uram, hogy zubog a víz. Zubog az élő víz az ő szívén keresztül. Köszönöm, Uram, hogy elérez mindannyiunkat. És köszönöm neked, drága Szentlélek, hogy bennünket is alkalmassá teszel arra, hogy be tudjuk ezeket a szavakat fogadni, hogy ezek a szavak elérkezzenek, megérkezzenek, hogy be tudjuk fogadni, hogy dolgozz rajtunk. Köszönjük, Uram, hogy csodálatos terveid vannak erre az órára is. Áldunk és magasztalunk téged, Uram. Jézus nevében. Amen. Isten tele téged, Szentlélek, Peti atyának a szívében. Köszönöm, hogy király vagy az ő szívében. Köszönöm, hogy elmondod neki őket a szívedet, elmesélem neki keresztül. Kérlek, hogy tisztítsd meg annyira, amennyire csak te tudod, hogy teljesen tisztán folyásolj végig ez az élő víz, amit te adsz neki. Köszönöm, hogy a szabályt, Peti atya száján keresztül nem jönnek vissza a dolgok végezetlenül. Köszönöm, hogy ismered őt is ismert minket. Köszönöm, hogy úgy őszinte beszélgetés veled. Köszönjük, hogy közel jössz, és még közelebb, és annyira közel vagy, hogy mi sem látunk közel magunkhoz. Köszönjük, hogy ennyire közel vagy, hogy Atyához. Jősünket közelebb magához. Köszönjük, hogy elengedhet téged, mint egy galambot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret veleteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt, tavaly januárban autót vezettem Pakson, egy szimpla hétköznap délelőtt. Semmi különösebb dolog nem történt. Talán villany körtéket vásároltam a plébánia számára, valami ilyesmi volt. Nem volt semmilyen érzelmi magrázkodtatása okom. Egyszerűen semmi nem volt, csak vezettem az autót. És egész pontosan emlékszem arra a helyre, ahogy jöttem kifelé Paksról, nagy dolog felé, akik arra felé látnak, azok ismerik azt a helyet, ahol azok a nagy csövek vannak, amik az erőműből jönnek. Azon a ponton történt a következő eset. Vezettem az autót, és hallottam az Úr hangját. Azt mondta, hogy nem láthatod az arcomat. És ebben a hangban nagyon sok érzést közvetített az Úr, és napokon keresztül visszhangzott bennem, hogy ezt mondta nekem az Úr, hogy
nem láthatod az arcomat. Nem tudok minden érzést ebből a tapasztalatból nektek most átadni, de kicsit a mai tanítás az e körül fog forogni. Egy rövid filmrészletet fog Zoli levetíteni most nekünk, amihoz nagyon fontos, hogy mindannyian lássátok, úgyhogy akik kint vagytok, azok erre a pár percre álljatok föl, és gyertek be. Jó? És amennyire csak tudjátok, forduljatok a kivetítő felé, azok is, akik ültök. Rövid a filmrészlet, csak pár perc. Arra kérlek benneteket, hogy ezt nézzük meg együtt. Utána mindenki visszaülhet kényelmesen a helyre. Tehát nézzük és hallgassuk. Jó, szentélek, segíts, hogy hallani tudjuk a hangját is. Jó, szentélek. Kóber, sóber, szándor, a kamber ellenek. Kóber, sóber, szándor, katonáknak! Előbb a katonáknak! Előbb a katonák isznak! Azt mondtam el onnan! Péter! Vizet a lovaknak! Azt mondtam el onnan!
sorba! Zaporán! Szedjétek a lábatokat! Zaporán! Köszönöm szépen a türelmeteket, ennyi volt a film részlet. Valaki olyan helyen ült, hogy nem látta rendesen, vagy nem érte, hogy miről van szó, akkor majd kérlek, hogy Zoli hozd maga a tömnéd a baráti körben, a Facebook csoportban. Jó? Szóval, a film részletet látva, a Ben Hur című filmből volt ez a részlet, amikor a rabszolgáltat terelték a római katonák, és akkor kérdeznem azt, hogy ki adott vizet ennek a rabszolgának? Akkor kérdeznem? Nem, ugye? A szívetekben, mindannyiunk szívében, az enyémben is, van egy kép a názáreti Jézusról. Ez a kép valós, valódi, konkrét tapasztalatokból, a Szentírás tanulmányozásából, tanításokból, művészi alkotásokból, imaélményekből állt össze. Az, hogy te milyennek ismered a názáreti Jézust. Ugye most egyikötök se válaszolt erre a kérdésre, hogy kiadott vizet ennek a rabszolgának. Azért nem válaszolt egyikötök se, mert a szívetekben feltételezem, hogy éreztétek, hogy kiadott vizet ennek a katonának. Vagyis ez azt jelenti, hogy az igazságot mindenki ismeri. Valójában az igazságot mindenki ismeri. Csak lehet, hogy az igazságot, mint hiányt ismered. Mert érzed azt, hogy hiányzik az a fajta végtelen isteni szeretet. És mivel érzed, hogy hiányzik, ez azt mutatja, hogy lennie kell, hogy léteznie kell, hogy van ez az igazság, mert hiányzik. Azt mondta tehát nekem az Úr tavaly abban a bizonyos autó vezetős pillanatban, hogy nem láthatod arcomat. Hát ebben a filmrészletben nem láthattuk Jézus arcát, nem hallhattuk a hangját. De tulajdonképpen annyi Jézusos filmet nézhetünk meg, amennyit akarunk. Akár úgy, hogy látjuk a filmben az arcát, halljuk a hangját. Valójában mindig ugyanabban a helyzetben leszünk, hogy nem láthatod arcomat.
A kérdésem így elsőre érzés szintjén, látva ezt a film részletet, nem muszáj angolosan válaszolhatok, de valaki akar válaszolhat. Láttátok a rabszolgáknak a szenvedését, hogy milyen súlyos szenvedésük volt. Valószínűleg sokan közülük útközben meghalnak, soha nem szabadulnak föl, teljesen kilátástalan az életük, a kor legnagyobb, legerősebb birodalma uralta le őket. Lehetetlen legyőzni őket és föllázadni ellenük. A kérdésem az tehát, hogy ha most biztos vagy abban, hogy ez a rabszolga Jézust látta, miközben kapott egy kortyvizet. Ha biztos vagy most ebben, akkor mondanád-e azt önként, hogy ezért megérné hagynom, hogy ez a szenvedés velem is megtörténjen. Tegyük fel, hogy ott állunk 200 kilométerrel korábban, mint ahol ez a dolog megtörtént. Azt mondják nekünk, hogy vár rád 200 kilométer erőltetett menet, és a végén ez fog veled történni, amit itt most láttál. Láthatod Jézus arcát valóságosan. Te ott lehetsz az a rabszolga, aki találkozik. Mit érzel a szívedben, hogy akár az életedet is kockáztatva? Ugye az van a Szentírásban, azt mondja az Úr egy alkalommal, hogy ki az közületek, aki kockára tenné az életét, hogy közeledjön hozzá. Ismeritek ezt az igét? Ki az közületek, aki kockára tenné az életét, aki kockáztatná az életét azért, hogy közeledjön hozzá. Mert az Úr égő tűz. És ahhoz, hogy te láthasd, ahhoz tűzzé kell változnod. Mert a hasonlóval csak a hasonló barátkozhat. Hogyan közeledj a naphoz, ha nem válsz olyannál, mint a nap? A nap minden céltéget, kivéve egy másik napot. És mi van, hogyha még az ember szívébe nem tudja meghozni a döntést, mert hogy a szíve még vár valamire, hogy ezt meg tudja hozni? Mi van, hogyha az ember szíve nem tudja meghozni a döntést és vár valamire? Hát erről szól az egész élet, folyamatosan. Mindig. Nem kell magadtól azt mondanod, hogy én képes lennék arra, hogy végigcsináljam ezt a 200 kilométeres erőltetett menetet. Azt nem kell mondanod, hogy én képes lennék arra. A kérdésem nem az volt, hogy képes vagy-e arra a szenvedésre, amire a rabszolgák képesek voltak, hiszen ők valójában értelmetlenül szenvedtek. Nem tudták, hogy nekik lehetséges egy ilyen jutalom, hogy a názáreti Jézus arcát látják majd az egyik kis faluban. A többiek talán nem is vették észre. És az, aki észrevette, ő se tudta, hogy most az Istent látja. Az Istent látja közelről. Ő se tudta. De amikor megtapasztalta, akkor azt érezte, nem csak ő, hanem a római katona is, aki meghátrált, hogy ezt
nem lehet szavakba önteni. Na most ez a filmrészlet, ugye nem egy közvetítés volt egy 2000 évvel ezelőtt történt valóságos alkalomból, tehát nem egy real-time videó részesei láttunk, hanem ez a film egy regényből készült filmművészeti alkotás, ami egyébként a legtöbb Oscar-díjat kapta eddig a film történetben. Tehát mi most ebben a filmben az emberi fantázia termékét láttuk. De még így is mennyire vonzó, hogy ilyen hatalom, tekintély és erő van a názareti Jézus csöndes jelenlétében. Mitől van a názareti Jézus csöndes jelenlétében ekkora hatalom? Szent II. János Pál pápa mondja azt, köszönöm szépen, hogy adtuk egy statót. Köszönöm szépen. Szent II. János Pál pápa mondja, a Dominum et Vivificantem, Urunk és Éltetőnk, a Szentlélekről szóló enciklikában, a názáreti Jézus misztériuma egész tevékenysége a Szentlélek jelenlétében bontakozik ki. 20. pont. A Szentlélek Jézus énjét áthatja, őt bensőleg serkenti és élteti munkájában. Köszönöm. 21. pont. Aztán a következő, ezt már nem II. János Pál pápa mondja, hanem a Jukett ifjúsági katekizmus. A Szentlélek nélkül Jézust nem lehet megérteni, Isten lelkét nevezzük Szentléleknek, akinek jelenléte sehol máshol nem mutatkozik meg úgy, mint Jézus életében. Ugye az utolsó vacsorán azt mondták, János Evangélium szerinti elbeszélésben az apostolok Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az Atyát. És Jézus azt mondta erre nekik, hogy hát nem hiszed, hogy bennem van az Atya. Hát aki engem látott, látta az Atyát, mert én és az Atya egy vagyunk. Hogyha valaki azt mondja, hogy mutasd meg nekem a Szent Lelket, hogy milyen a Szent Lélek, akkor erre ugyanez a válasz, hogy nézd, szemléld, kövesd, értsd meg Jézust, és abból meg fogod látni, hogy milyen a Szentlélek. Képzeljük el úgy a Szent Háromságot, hogy még az Atya ül egy széken, a Szentlélek áll, ő egy festőművész, előtte van egy keret, amin egy fehér vászon. És a Szentlélek nézi az Atyát, és az Atyáról készít egy gyönyörű festményt. A festmény, amit az Atyáról készít a Szentlélek festőművész, az Jézus. Minden, amit az evangéliumban látunk Jézus életében, a hallgatása, a beszéde, a tettei, vagy a nem cselekvése, minden azért olyan ragyogó és lenyűgöző, mert kizárólag a Szentlélek festette olyanra. Tudjátok, ez olyan, mint amikor van egy profi festőművész, odaáll egy vászonhoz, ott nincs olyan, hogy odaszalad a kisgyereke, és azt mondja, hogy ide húzok én is egy piros ecsetvonást. Hát nem fog odahúzni egy piros ecsetvonást, higgyétek el. Olyan van esetleg, hogy a festőművész a kisgyermekével leül a földre és rajzolgat, de olyan nincs.
Gondolom, nem képzeljétek azt, hogy mondjuk a Rembrandt Tékozló fiú című világhírű festménye az úgy készült, hogy Rembrandt festett, és néha úgy hátulról odaszaladt a, nem tudom, 8 éves kisfél, nem tudom, egyáltalán volt a gyerek, ez most csak egy példa, és akkor így, búj, de húzhatok egy 5 percet, és akkor egy kis pálcikámbart oda rajzol. De nincsenek pálcikámbarak a Tékozló fiú rajzol festményén. Mert nem volt ott egy amatőr pancser, aki azt elrakta. Jézus életében nem volt jelen egy amatőr pancser, aki azt elrontotta volna. Az ő életét a Szentlélek festette tökéletessé. Most a mi életünkben ez másképp indul, sajnos, pedig nem kéne, hogy másképp induljon. Azt mondja Tertullianus, ókori egyházatja, hogy amikor az atya Ádám arcát formálta az agyagból, akkor a fia Krisztus arcára tekintett. Szép, ugye? És igaz is. Tehát Isten az ő örök fia, a majd megtestesülő názareti Jézusban eljövő testélet ige szépségét, dicsőségét nézte az atya, és a Szentlélek erejével az első embert így alkotta meg. És az első ember alatt érthet nénk bármelyikünket. Csak hogy a bűnbeesés által bejött az életünkbe az, hogy létrejött az önző kis egónk, ami, mint egy ilyen amatőr pancser, oda rohangál, és belerondít a gyönyörű festménybe. Belerondít. Jézus életében viszont nem volt ilyen amatőr pancser jelen belül a szívében, aki elrontotta volna a Szentlélek művét. Most ezt az amatőr pancsert nevezi úgy a Biblia, hogy a régi ember, az óember, a bűn, mindaz, aminek ma kell halnia bennünk. Mindaz, aminek ma kell semmisülnie. Ahogy Szent Pál apostol fogalmaz, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ilyen izgalmas ez a mondat, nem? Élök én, na ez az új én, ami nagyon jó, hogy él, tehát élök én, de már nem én, vagyis nem az az amatőr pancser, ugye Pál apostolnál az amatőr pancser, az egy gyilkos volt. Többször is elmondja azt, hogy kínvallatás által káromlásra kényszerítette a Jézusban hívő zsidókat, hogy tagadják meg Jézust. És ha nem tagadták meg, akkor mondja Pál, hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy kivégezzék őket. Férfiakat, nőket, gyerekeket. Pál apostol nem egy hétköznapi hülye munkatárs volt, aki gúnyolta, hogy most mit hiszel abban a Jézusban? Nem egy ilyen kis nehezen, vagy valamennyire nehezen elviselhető, kötekedő munkatárs a munkahelyeden. Nem ilyen volt. Ilyen mindannyiunk életében lehet, vagy van ilyen típusú kötekedő, a hitünket kigúnyoló házastárs, családtag, szomszéd, munkatárs, osztálytárs, tanárunk, beosztottunk is akár. Nem.
Pál apostol megtérése előtt kegyetlen gyilkosságokra felhatalmazást adó személy volt. És azt mondja, hogy élök én, vagyis az a személy él most már, akit a Szentlélek szabadon újjá festhet. Élök én, de már nem én, most már nem él az a gyilkos. Meghalt. Nincs többé. Élök én, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Vagyis ez azt jelenti, hogy az újjáteremtés, amit a Szentlélek végez bennünk, az egyszerre jelenti azt, hogy behozza a szívünkbe Krisztust, meg azt, hogy felszabadít minket arra, hogy önként akarjuk ezt magunktól. Tehát nem azt jelenti ez, ugye a mondat nem úgy hangzik, hogy bennem már, hogyis én már nem vagyok, csak Krisztus van. Nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy élök én, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Vagyis az Úrnak számítasz, úgy, ahogy vagy. Ő akarja, hogy te legyél. Akarja, hogy te egy másik személy legyél, rajta kívül. Egy szabad, szeretni képes személy, aki önként oda tudja adni az életét. Egy személy, aki képes magától döntéseket hozni, tud érezni. Tehát az Úr akarja, hogy neked legyen egy önálló, autentikus léted. Ő nem akarja nagysemmisíteni a te létedet. De ahhoz, hogy te az ő közelében lehess, ahhoz hasonlóvá kell válnod hozzá. Ahogy mondja János, hogy amikor az Isten megjelenik, látni fogjuk őt. Miért fogjuk látni? Azért, mert hasonlóvá váltunk hozzá. Akkor láthatod az Istent, ha hasonlóvá válsz hozzá. És a Szentlélek az, aki hasonlóvá változtat téged az Istenhez. Ugye azt mondja a Teremtés könyve, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy önmaga képére és hasonlóságára. Azt, hogy az Isten képe vagy, azt nem tudod elveszíteni. De azt, hogy hasonlítasz az Istenre, azt el tudod veszíteni. Így magyarázzák ezt már az ókor óta az egyházatják és a teológusok, hogy az emberben két ős tulajdonság van, az egyik az, hogy Isten képiségünk van, a másik az, hogy lehetőség van bennünk az Isten hasonlóságra. Az Isten képiség az a léteddel adva van. Ezért van az, hogy minden megfogant emberi élet végtelenül értékes. Mert függetlenül a tetteitől az Isten képe. És mindig is az is marad. A kar, láb nélkül született gyermek, a dankorosan született gyermek, a néma, a vak, vagy a szuperintelligens, mindegyik létében az Isten képe. Ehhez nem tud ő önmaga se hozzáadni, se elvenni. Ez az a kijelentés, hogy te a fiam vagy, te a lányom vagy. Ezt az Isten folyamatosan tartja ezt az igazságot benned. Ez jelenti azt, hogy az Isten képe vagy. De az, hogy Isten önmaga képére és hasonlóságára teremtett, na a hasonlóságban jön be az, hogy neked szabad akaratod van arra, hogy festd magad, hogy formáld az életedet remek művé. Neked szabad akaratodban áll, hogy azt mondd, hogy amikor majd ma este itt leszel fáradtan és akarsz hazamenni, aludni, mert a tested ezt kívánja, akkor azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy neked
Nem kell az én dicsőítésem. Tudom, Uram, hogy neked nincs szükséged arra, hogy én itt legyek hajnalig, vagy holnap estig, vagy holnap délelőttig, vagy ma éjfélig, vagy még egy órát. Tudom, hogy neked erre nincs szükséged. Te nem egy bálvány vagy, ami belőlem él. Nem egy élősködő vagy a testemben, és kell, hogy odaadjak magamból valamit, különben ti nem tudsz létezni. Nincs szükséged az én dicsőítésemre. Tudom, de mivel szeretlek? Ezért szeretnék itt maradni még egy órát. Ezért kérlek, adj hozzá erőt. De ha nem adsz, akkor is itt maradok. Mert szeretlek. És ha nem adsz erőt, akkor kicsit nehezebb lesz itt maradnom, de akkor is itt maradok. Ha adsz erőt, akkor kicsit könnyebb lesz itt maradnom. De én úgy döntök, hogy szeretetből maradok még egy órát. Na ez a harc benned, a hasonlóságért vívott harc. És ha te szeretnéd közelről látni Jézus arcát, és közelről hallani a hangját, akkor fel kell vállalnod ezt az utat, ami egy folyamatos, bejárandó út, amivel te szülöd magadból azt a szeretetet, ami értékes. Te értékes dolgot tudsz hozni. Amire azt mondja a te atyád, hogy ez szép, amit hoztál. Látom, hogy sokat dolgoztál vele. Nézzétek meg a kivonulás könyvében azokat a hosszú-hosszú fejezeteket, ahol részletesen le van írva, hogy hogy kell elkészíteni a szentélyt, a papírruhát, a frigyládát, a sátor különböző részeit, milyen anyagokból, milyen pontossággal, precizitással, mennyit dolgoznak rajta. Miért? Miért nem mondják azt, hogy hát Istennek úgy is jó, ha... Azért nem mondják ezt, mert szeretik Istent. Mert hogyha te szeretsz valakit, akkor is igazán szereted, valódi szeretetet van iránta, a szereteteddel őt végülis nem lefegyverozni akarod, hanem magajándékozni, nem manipulálni akarod őt, hanem szabadon önként akarsz neki adni valamit, akkor igazán szabadon abban a ti alkotásodban, amit hozol neki, valami nagyon szépet akarsz hozni. Ahogy mondta kalkuttai Szent Teréz anya, amikor kérdezték tőle, hogy hát ugyan végül is mit csinálnak a szeretett misszionáriusai, ez a szerzetes rend, amit ő alapított, és alapvetően mindenki tudta a világban, hogy mivel foglalkoznak, azzal, hogy szegényeket ápolnak, haldoklókat fogadnak be. Mindenki számára egyértelmű volt, mert nagyon erősen látható volt a jelenlétük és a tevékenységük, de mégis egyszer csak így valaki feltette neki ezt a kérdést, egy riportán, hogy hát tulajdonképpen mit csinálnak maguk? Csak azt mondta Teréz anya, hogy valami szépet teszünk Jézusért. Azt mondja Goethe, német költő, hogy a naphoz csak nap természetű közeledhet. Ismeritek azokat a történeteket, ókori mítoszokat, vagy azoknak a modern átdolgozásait, amikor valaki fel akar repülni a naphoz, vagy tökéletessé akar válni, és miközben a nap felé repül, a saját maga által készített szárnya a nap fényében elolvad, lezuhan. Ennek az ókori mítosznak van más modern feldolgozása is, ami mind azt fejezi ki, amit Goethe mond, hogy a naphoz csak nap természetű közeledhet, de te nem tudsz Jézushoz közeledni magadtól, csak úgy, ha a Szentlélek erre hasonlóvá tesz. És ezért kell kérni a Szentléleket. Hiányzik-e a szívedből az, hogy én szeretném látni az én kedvesemet? Szeretném látni.
Most képzeljük el úgy ezt a dolgot valóságosan, hogy, hogy mondjuk van egy egyes pár, és már az udvarlás évein túl vannak, már eljegyeztek egymást, de még az esküvő nincs kitűzve, jegyességet még fel lehet bontani, ritkán szokták, de előfordul. Az, az már ugye az előíze a végső elköteleződésnek a házasság, hűségének, szövetségének. És a jegyesség ideje alatt egy utolsó nagy szerelmi vallomást az, ugye a lendő vőlegény, a jegyes, a fiú, a lánynak, és azt mondja ebben a nagy szerelmi vallomásban, hogy tudod, én azt mondom, hogy annyira szeretlek téged látni, hogy ha nem láthatlak téged, amikor kinyitom a szememet, akkor inkább soha ki se nyissam. Inkább soha ne lássak semmit a szememmel, ha téged nem láthatlak. Egy ilyen őszinte, mély és valódi szerelmi vallomásra mit mondhatna az eljegyzett lány, lendő, mennyasszony, hogy itt van valaki, aki azt mondja, hogy a szemeit nem akarja másra használni, csak arra, hogy az én arcomat lássa és csodálja. Olyan sokszor küzdködünk mindannyian ismerjük be a szemünk kívánságával azzal, hogy látunk valami vonzót, amire érezzük rögtön, hogy ez nem az Isten műve, ugye? Falukról ablakok az interneten. Hogy rácuppannál, de ugye, a lelkiismereted azt mondja, hogy és akkor azt a kérdést kéne igazából az ilyen pillanatokban feltenni, hogy én akarom-e másra használni a szememet, mint az Istent látni vele. Jézus, amikor ilyen nagyon szigorú mondatokat mond, hogy inkább, ha magad ránkoztat a szemed, inkább vájd ki. Ebben a nagyon erős határozott felszólításaiban valójában azt mondja, hogy neked annyira vágyakoznod kéne a szemeddel látni Istent, hogy inkább ne is akar semmi más látni rajta kívül, mint a vak, akinek nincs látási képessége. Inkább tudd magad vakká bármi más látására, csak hogy egyedül az egyetlent láthass. Most komolyan, annyi mindennel tele van az életünk, ami szép és vonzó, de nem az Isten maga. És valójában erre az annyi mindenre mondhatjuk azt, hogy minden. Mert minden, ami van, és látható, és teremtmény, akár a konkrét másik ember, aki itt ül mellettem, az mind teremtmény, nem maga a teremtő. Akármilyen értékes és fontos is számomra, de ezért mondja Jézus azt, hogy ha valaki jobban szereti apját és anyját, vagy házastársát, vagy gyerekét, mint engem, nem méltó hozzám. Azért mondja ezt, mert Istenen kívül minden teremtmény. A teremtmény alatt érthetünk mindent, ami nem Isten. Teremtmény. Egy gondolat, egy foci csapat, teremtmény. Minden, ami nem Isten. Nem sorolom fel, mert túl sokáig tartom. Vizsgáld meg a szívedet. Térd meg. Vizsgáld meg belül a szívedet, hogy igazából te mit akarsz látni. Azért születtél, hogy lásd az Istent. Életednek ez volt az egyetlen célja. Atyád azért teremtett,
hogy lásd őt. És az, hogy lásd őt, ez nem egy olyan dolog, hogy elmentünk a moziban, megnéztük, aztán 3 nap múlva nem emlékszünk a filmre, semmiből, semmire. Hanem az élet teljessége, értelme és célja az, hogy lásd az Istent. Az Isten látása, ez az ember élete. Hogy lásd az Istent. A látás azt jelenti, hogy teljes mértékben befogad, hogy teljes mértékben mindened abból éljön, hogy őt látod. Azt mondja Mózes, beszélget az Úrral, köszönöm szépen. Kivonulás könyve 33. fejezet 12. verstől. Mózes ekkor azt mondta az Úrnak. Azt parancsolod, hogy vezessem fel ezt a népet, de nem adott tudtomra, kit küldesz majd velem. Mózes itt ebben a mondatban minden ember, mindannyiunk ős félelmét mondja ki. Legősibb, legerősebb félelmünket, hogy egyedül maradok. Egyedül maradok. Senkinek nem fog engem szeretni, senkit nem tudok szeretni. Egyedül maradok. A pokol, a magány. A pokol az nem azt jelenti, hogy az ördög sütöget téged nyárson, és lecupákolja a combodról a hús, aztán beinjekciózik a gerincedbe egy mérget, hogy nőjön ki még egy kis comb újra, azt újra lecupákolhasson. És ezt végtelen segítsen. Nem. A pokolban az ördög még csak nem is tojik rád. Bent vagy egyedül a magánzárkádban, és nem kínos téged senki, és semmi. Ott vagy egyedül, magdagolva és örökké elrohadva, Isten szeretete nélkül, és beszélgethetsz magaddal, amennyit akarsz. A pokol az az örök magány. Az örök egyedül lét. Tehát ezt a fájdalmat, félelmet mondja ki Mózes. Azt parancsolt, hogy vezessen fel ezt a népet, de nem adott tudtomra, kit küldesz majd velem. Ki lesz a támaszom? Ki lesz a segítőm? Pedig azt mondtad, nép szerint ismerlek, és kegyelmet találtál előttem. Ha tehát kegyelmet találtam színed előtt, mutasd meg nekem arcodat, hogy ismerjenek. És valóban kegyelmet találj szemed előtt. Vedd figyelembe, hogy a te néped ez a nemzet. Azt mondta erre az Úr, magam fogok előtted haladni, és nyugalmat szerzek neked. Nincs itt leírva az, hogy és újongott az Úr örömében. De ez ott van. Amikor te azt mondod az Úrnak, hogy nincs más Isten, abban a mondatban érts bele azt is, hogy nincs más rajtad kívül, aki méltó az én teljes figyelmemre. Aki méltó a teljes odaadásomra. Aki méltó arra, hogy ő érte. Olyanná váljak igazán, mint ő. Csak az Isten méltó van, hogy olyanná válj, mint ő. Más nem. Más nem kell utánoznod. Más nem kell követnod. Magam fogok előtted haladni, és nyugalmat szerzek neked. Mózes azt válaszolta, ha nem te magad még előttünk, ne is vezess ki minket erről a helyről. Olyan, mint egy szerelmes beszélgetés, de Mózes beszélget az Úrral, látja, hogy van nagyon örömtelit mondott az Úrnak, nagyon örül az Úr, és Mózes még egyszer elmondja, ha nem te magad még előttünk, ne is vezess ki minket erről a helyről. Miből is tudhatnánk meg én és a te néped, hogy kegyelmet találtunk színed előtt, ha csak velünk nem jársz? Hogy így dicsőbbek legyünk minden népnél, amely a földön lakik? Az Úr erre azt mondta Mózesnek,
ezt is, amit mondtál, megteszem, mert kegyelmet találtál előttem, és név szerint ismerlek téged. Mózes azt felelte, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr erre így szól, neked megmutatom egész jóságomat. És kimondom előtted az Úr nevét, mert könyörülök azon, akin akarok, és kegyelmes vagyok az iránt, aki iránt nekem tetszik. Tudjátok ezt, hogy azt mondja az Úr Mózesnek, hogy kimondom előtted az én titkos nevemet. Ami majd később elhangzik, hogy uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszantűrő, nagy könyörületességű és hűségű. Ez egy szerelmi vallomás az Isten részéről. Képzeld el azt, hogy benne vagy egy párkapcsolatban, visszatérve Paginához, egy egyesős sztorihoz, tehát jegyességben vagy, már előtte volt 4 év udvarlás, vagy 5, előtte volt 2 év ismerkedés, ami még nem volt udvarlás. Ugye, van itt fokozatot, mindenki érzi a különbséget. Tehát már jó régóta itt sündörög, és akkor egy sündörög csak egymás körül, sündörögnek a sinak. Őszintén. Sündörögnek a sinak. Ez annyira jó volt. Akkor nem tetszett. Sündörgő sinak, sündörögnek egymás körül. Őszintén. És akkor azt mondja neked, most másfajta módon akar a jegyesed az örök házasság vadvizeire evezni veled, azt mondja, hogy szeretnék neked elmondani valamit, amit 6 év alatt még soha nem mondtam el. Sőt, még soha senkinek nem mondtam el. Tudod, amikor én 3 éves voltam az oviban, volt nekem egy szerelmem. Elbújtunk fele a mászókanogé. És azt mondtam neki, hogy mondjuk tegyük fel, hogy itt arról van szó, hogy a fiút mondjuk úgy hívták, hogy Sanyi. És a Sanyi mondja a Ibolyának, a jegyesnek, hogy tudod, Ibolya, tehát 3 éves voltam, és én a kis Sanyika elbújtam a mászóka mögé a piroskával. És tudod, én akkor ott azt mondtam a piroskának, hogy piroska, legyen egy közös titkunk. Csak te a világon egyedül szólíthatsz engem. Úgyhogy. Túró Rudi. És akkor a piroska azt mondta, hogy jó, annyinak sem mondom el soha. Igen ám, de másnap már az egész óvoda úgy csinált a Sanyit, hogy Túró Rudi, és akkor rájött Sanyi, hogy piroskában nem lehet egy életen átbízni. Hát a legfontosabbat elárult a másoknak. És ezért én azt akarom tudni, visszaugrunk az időben a jegyeshez, és annyi mondja, hogy hívták, hogy csak Ibolya. Hogy figyelj, Ibolya, most elmondom neked, szólíthatsz engem úgy, hogy... Szólíthatsz engem úgy, hogy... Tücsök. De csak te. És soha senki más ne hallja. Legyen ez az én nevem a számodra. Szóval azt mondja ebben a beszélgetésben az Úr Mózesnek, hogy neked megmutatom egész jóságomat. És kimondom előtted az Úr nevét. Mert könyörülök az iránt, aki iránt nekem tetszik. Majd azt mondta, ám arcomat nem láthatod,
Mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Ezután így szólt. De íme, van itt egy hely mellettem, állj erre a kősziklára. Ha majd elvonul előtte dicsőségem, beállítlak a kőszikla hasadékába, és beföldlek jobbommal, amíg el nem vonulok. Aztán elveszem kezemet, és utánam tekinthetsz, de arcomat nem láthatod. A Szentlélek, az az Atya és a Fiú közti szeretet, aki nélkül nincs Isten. Az Atyát és a Fiút köti össze a titokzatos Szentlélek. Az utolsó és legteljesebb ajándéka az Istennek, hogy elküldte a lelkét. Az Atya és a Fiú ketten közösen úgy döntöttek, ugye Jézus visszament a mennybe, és azt mondták egymással az Atyának, hogy oda kell nekik adnunk a mi kettőnk közös, örök, ősi, legszentebb titkát. Oda kell adnunk, ha igazán szeretjük őket. Ma kell nekik mutatnunk a lelkünket. Ma kell nekik mutatnunk azt, akik mi igazán vagyunk. Azért, hogy ők igazán olyanok lehessenek, mint mi. Te nem dicsőülhetsz meg, nem istenülhetsz meg, ha Isten nem részesít téged a saját lelkéből. Mit akarsz? Miért akarsz élni? Azért, hogy még egy hátsó kertet szörözzél a házadhoz? Mik azok a dolgok, amikre hajtasz? Legyen még egy diplomád? Vagy azért megadod Istent, hogy az unokád meg legyen karasztalva? Mik azok a dolgok, amiért égsz? Amik foglalkoztatnak? Amiket biztos, hogy elmondanál az aranyhalnak, hogyha kihúznád, hogy teljesítse. Ugye? Hát, amikor az Atya és a Fiú beszélgettek, akkor azt mondták, hogy ha igazán, úgy is mondhatnám, ha igazán önmagunk vagyunk, ha igazán hiteles Isten akarunk lenni, akkor nem lehet más, csak az, hogy magistenítsük ezeket a gyermekeinket. Hogy apa az az apa, aki azt mondja, hogy nem adom oda mindenemet a gyerekemnek. Nem attól apa valaki, hogy azt mondja, hogy én maghalok a gyermekemért. Azt mondja Dávid a gonosz fiáról, Absalomról. Absalom, aki föllázadt, az egész országot föllázította, és a saját apját, Dávidot maga akarta ölni. És amikor az utolsó csatában Absalom meghalt, és hozták a hírt az apjának, Dávidnak, hogy meghalt a fiad Absalom, akkor azt mondta, Dávid fölment, sírt, jajgatott, hogy én fiam Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted. A gonosz lázadó fiáról, aki az ő életére tört, és az egész ország elpusztítására tört, ezt mondta. Ezt mondta. Ez az apa, Dávid, Absalomról, erről a gonoszszá vált fiáról, hogy bárcsak én haltam volna meg helyette. Ezt mondja a jó Isten a gonosz ellenségeiről, akik mi voltunk. Azt mondja, hogy az ige, hogy ellenségei voltunk az Istennek. Amikor még ellenségei voltunk, szeretett minket. Amikor még gonoszok voltunk, szerelmesen nézett ránk. Mi nem szoktunk ilyet csinálni. Mi arra nézünk szerelmesen és vágyakozva, aki szép, aki vonzó, aki hozzánk kedves, akivel összejöhet a parti, ugye? De az ellenségünkre, aki az elpusztításunkra tör, aki kínoz minket, nem nézünk szerelemmel, hanem félelemmel, hogy bárcsak meg szabadulnék tőle. És azt mondja az Isten, az Atya és a Fiú egymás között, hogy a mi kettőnk közös titkát, a mi szeretett csókunkat, a mi lelkünket, a mi szerelmes szent lelkünket, azt, aki által mi ketten egyek vagyunk, adjuk oda nekik, hogy ők hasonlóvá válhassanak hozzánk. Ez a pünkösd.
hogy te megdicsőülhetsz, hogy te magistenülhetsz, hogy te méltóvá tétetsz arra, hogy úgy élj, mint Jézusról ez a kis film ábrázolás. Milyen alázat, milyen szelítség, milyen szabadító szeretet volt ebben a filmrészletben Jézusban, ahogy szavak nélkül vizet adott, kockáztatva ő, mint fegyvertelen zsidó, hogy a római katona őrá is csap egy ostort, és később ugye tudjuk, hogy a rómaiak főpapokkal karoltva megölték Jézust. Ugye azt mondja az Isten, hogy ki az közületek, aki kockáztatná életét, hogy közeledjön hozzám. De mielőtt ezt kérdezné, tulajdonképpen azt mondja, hogy látjátok, hogy én kockáztattam az életemet, hogy közeledjek hozzátok. Látjátok? Látod, hogy mennyire szeretlek? Felfogod, hogy mennyire szeretlek? Felfogod? Akarod felfogni, hogy én mennyire szeretlek? Hogy mi ennek a szeretetnek a mélysége? Hogy ez Isten halmag, érted? Ez a pünkösd. Ez a folyamatos pünkösd. Ez a folyamatos Szentlélek kiáradás. Színei Szent Katalin 15 éves korában bezárkózott a házuk pincéjébe, egy imaszobába. Ez nem mese, ez egy tény. 3 évig imádkozott. Ott bezárva az imaszobába, önkéntes elvonultságban. 3 év után kijött, és azt mondta, hogy a legfontosabb kinyilatkoztatás, amit ebben az imaidőben kapott, az, hogy Istent teljesen átjárja az irántunk való szeretet. A legfontosabb kinyilatkoztatás, amit kaptam, az, hogy a Szentlélek mag van részegülve az irántam érzett szerelemtől. Ez óriási! Folyamatosan tudatosítsd ezt! Folyamatosan! Akár reggel, akár este, akár szomorú vagy, akár örülsz, akár semmire nem gondolsz, sétálsz az utcán, látsz valakit. Annyira szép tapasztalataim vannak, de nem tudom odaadni. Ez az én tapasztalatom, de azért elmondom, olyan egyszerű, talán semmit nem fogtok belőle átérezni, de csak egy picit lehet. Sétáltam az utcán a plébániáról, átmentem a 80 méterre lévő iskolába, hogy elhozzam az ebédemet kis kosárkában. Mint Piroska. Mikor mondta nagymamához az erdőnek. És akkor jöttem vissza, és szép idő volt, néztem az eget, és ez a gondolat úgy, félig meddig úgy forgott bennem, nem tudatosan, csak úgy, hogy tényleg, hát ilyen a legfontosabb kinyilatkoztatás, amit 3 év ima idő alatt kapott, hogy a Szentlélek folyamatosan mag van részegülve az irántam való szerelemtől. Jó, oké. Okay. Nem gondoltam erre, mindegy, sétálok tovább, és vagyok, de jól az hazajönni, hajálni, oké. Kérek az út felé, jön egy öreg bácsika, biciklivel kicsit a lejtőn fölfelé erőlködik, úgy kinézetre, semmi szép nem volt rajta, csúnya volt. Öreg bácsika, olyan félig alkesznek tűnt, biciklien rozog a, tudom, valamit cipelt, annyira nyomorult volt, ilyen 50-es évekből valami rossz magyar filmbe egy statiszta. Annyira durva volt az egész. És itt valahogy jött egy ilyen indulat, hogy hát így köszönjek oda, neki fogalmam sincs, hogy ki volt. Nagyon oda köszönök neki, hogy jó napot! És felén fordult, kicsit rám mosolyogott, és akkor mondta, hogy szevasz. Tekert tovább, és ebben a pillanatban jött a Szentlélek hangja, tényleg jött. Azt mondja, hogy tudod, én most is, ő iránta is, mag vagyok részegülve a szerelmemtől. És annyira jó volt ezt átérezni. Annyira jó volt átérezni mélységében folyamatosan. Folyamatosan tudatos és bárhova mész. Az előtted lévő boltos néni, a magadted lévő postás, hogy a Szentlélek mag van részegülve az irántad érzett szerelemtől.
amikor el vagy keseredve, vagy amikor jó paszban vagy, amikor bűnkövetsz el, folyamatosan, folyamatosan, és ezt nem lehet elveszíteni. Ezért dicsőítjük őt. Ha ezt tudod, ha ezt tapasztalod, akkor a dicsőítés a számodra már csak annyi, mint hogy egy virág reggel kinyitja a szirmait a nap felé. Hát miért ne nyitnál ki? Ez az ő természete. A te természeted, a te lényegöd, az az Isten dicsőítés. Te ezért vagy. Az, hogy ember, kettős pont, azt jelenti, hogy Isten dicsőítése. Az, hogy ember, kettős pont, azt jelenti, hogy Isten látása. Erre vagy, hogy láthatod az Istent, ami az ő kegyelme. Azért vagy, hogy olyanná lehess, mint ő. Végezetül fogadjatok szeretettel egy verset Pilinszky Jánostól, ami ezt az egészet elmondja röviden, erősen. Akár lehet ez a következő dicsőítésnek egy ilyen spontán dala, ha valakinek ez bejön, hanem akkor másnak. Pilinszky János, átváltozás. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok, csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Köszönjük a tanítást.